Hála a mindenható Istennek, drága testvérek, hogy ma este is együtt vagyunk, és együtt tanulmányozzuk Isten igéjét. Ma estére egy kérdést kaptam, amit szeretnék Isten segítségével felolvasni és közelebb hozni. Bizonyára, hogy többé-kevésbé mindannyian ismerjük azt, hogy Mózes egyik alkalommal, amikor lejött a hegyről, akkor fénytett az arca. Zárójelben hadd mondjam el, drága testvéreim, azt, hogy Mózes 7-szer volt fenn a Sínai hegyen. Amikor 5-5-ször volt a Sínai hegyen, akkor Isten azt mondta, hogy menj alá, mert a nép elpártolt tőlem. És azt láttuk, hogy akkor összetörte a két kőtáblát. Vagy utána 6-szor, amikor Mózes felment a hegyre, akkor közben járt a népért, mert Isten el akarta pusztítani a népet. És amikor 6-szor lejött a Sínai hegyről, akkor Isten azt mondta, hogy te készíts kőtáblákat, és hozd fel, hogy írjam fel ugyanazokat a szavakat, amelyek az előbbi kőtáblán volt. És amikor 7-szer jön le a Sínai hegyről, akkor olvassuk Mózes második könyvében, hogy fény lett Mózes arca. Erre hivatkozik vissza Pál apostol Korintus berekhez írott első levél 3. rész. Nem fogom az egészet olvasni, csak a legide vonatkozóbb részt a 13-tól a 18-ig terjedő versekben. Lehet, hogy sokak számára problémát jelent, és azért is vetette fel valaki a kérdést, és arra kért, hogy lássuk meg, hozzuk közelebb ezt az igét. Tehát Korintus berekhez, nem jól mondtam, Korintus berekhez írott 2. levél 3. rész 13-tól a 18-ig terjedő verseket egyben elolvasom, és utána részletekre kitérek. És nem, miként Mózes, aki leplet borított az orszájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Azért olvasom lassabban, hogy mindannyian nyomon tudjuk követni. Itt találkozunk először a lepellel, majd a 15. vers, sőt mind máig, amikor csak olvassák Mózest. Ezt azért hangsúlyoztam ki, mert ez egyik kulcs szó, hogy Mózest olvassák, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan, fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Miről szól, mire tanít bennünket Pál apostol a felolvasott ige szakaszok alapján? Ismétlem majd a 14. verset, és itt különösen fontos dolgokkal, fontos szavakkal találunk, vagyis fontos, hogy bizonyos szavakat tisztán értsük. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy Krisztusban tűnik el. Mi az a lepel, amely a zsidó nép arcán, szeme előtt, értelme előtt ott volt, és csak akkor tűnt el, amikor megismerték Jézus Krisztust. Egy mozzanatot hozok Izrael népe életéből, ha ezt úgy világossá tesszük, akkor az ember a tények láttán megrőkönyödik. Miről van szó? El tudjuk mi keresztény emberek 2000 év távlatából képzelni azt, hogy Izrael népe minden nap vitte a reggeli és az estéli áldozatot,
A papok mutatták be az áldozatokat napról napra, és ugyanazok a papok Jézus meggyilkolását tervezik. Vajon lepel volt a szemükön? A vallásosság ne továbbja nyilvánul meg ebben a motívumban, ebben az evangéliumi kimutatásban, és Pál apostol erre hivatkozik vissza. A keresztény embereknél is, nálunk is fennáll a veszély, hogy ugyanez a lepel van. Én földön járó emberként törekszem élni. És mindenhol nyitott szemmel és nyitott füllel élek és járok, nyugattól keletig, Amerikától Ausztráliáig, ahová meghívtak, hogy a Bibliát magyarázzam, és találkozom egy veszéllyel, azaz egy veszély az, hogy a vallásosság formasággá válik. Különösen azóta, mióta az elmúlt rendszerek elbuktak Kelet-Európában, és divattá lett a vallásosság, azóta figyeljük meg, például egy nagyvárosba meghívtak egy nagy ünnepségre, ahol 3000 ember volt jelen. És a polgármester azt mondja nekem, egymás mellett ültünk a szószéken, nézze meg, faragó lelkész, hogy azok, akik elől jártak a piros könyvvel, most a legelsők a templomban. Nem szeretnék sokat összehasonlítani, a tényre szeretnék térni, tehát megtompult az emberek lelke, elméje, mert ott van a lepel. Mi a lepel? Párhuzamot hoz az ószövetségi történetből is, azt mondja, hogy amikor Mózes lejött a hegyről, akkor azt mondta a nép, hogy borítsan egy leplet a fejére, hogy ne lássák az ő, az Isten dicsőségét, amit ő sugárzott az arca. Itt pedig azt mondja, hogy megtompult az ő elméig. Ez nem Mózesről beszél, hanem az első századi zsidóságról. Még egy mozzanatot hozok a zsidó nép történetéből. Mi mindannyian tudjuk azt, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt, akkor a kárpit fölétől aláig ketté hasadt. De ezzel egyszerűen úgy tűnik, mintha mindent lezártunk, azonban nem kell lezárni. A tények azt bizonyítják, a történelem arról szól, hogy a szétszakadt függönyt, amely elválasztotta a szentét a szentek szentjétől, azt a függönyt összevarták, és tovább mutatták az áldozatokat, a reggeli és az estéri áldozatokat, mintha mi sem történt volna a Golgotán. Amikor Isten látta az Izrael népének csökönyösségét, akkor megengedte azt, hogy 70-ben a templom is le legyen rombolva. De menjünk tovább. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, az, amikor olvastam, azért hoztam hangsúlyosan, hogy Mózest olvassák. Mit jelent ez héberek számára, zsidók számára? Az ószövetségi szentírást a zsidók három részre osztották. Van a Mózes öt könyve, amit magyarul törvénynek neveznek, vagy pedig héberül Tórának, majd ott vannak az írások és a próféták írásai. És itt azt mondja, amikor olvassák a zsidók első században Mózes könyvét, Mózest, ezt mondja, lepel borul az ő szívükre. Megértette-e a zsidó nép azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten és többé? Nem kell áldozatokat bemutatni. Megértették? Az előbbi elmondottakból világosan látjuk azt, és a történelem azt igazolja, hogy a jeruzsálemi templomba tovább vitték az áldozatokat. Ezért mondja a 16. vers, mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az a zsidó, mert itt először is zsidóknakról van szó, az a zsidó, aki megtér Istenhez, aki elfogadja Jézus Krisztust Mesiásnak, többi nincs lepel a szemén. Azonban tovább megy, és olyan rendhagyó az, most már nem a zsidókról ír Pál, hanem azt mondja, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvény
ugyanazon ábrázatra elváltózunk, dicsőségről dicsőségre, mint az Úrnak lelkétől. Rólunk van szó, akár a 19., akár a 20. vagy a 21. század keresztény emberéről, azt mondja, hogy az Úrnak dicsőségét szemléljük, akkor bennünk is megtörténik az a változás, amelyet Isten elvár minden gyermekétől, hogy a mi életünk, a mi jellemünk mind hasonlóbb legyen Jézus Krisztus jelleméhez. Miért? Mert amikor Jézus Krisztus eljön másodszor, akkor egy dolognak lesz értéke, csak egy dolognak. Azaz egy dolog pedig a Krisztus jellem mintájára kiépített jellem. Most pedig az Úr Jézus segítségével szeretnék rátérni a mai témakörünkre, találkozás Jézussal, a Sínai hegyen. Először, kedves testvéreim, szeretnélek benneteket elvezetni a Sínai hegyre. Ez egyik kép a sok képön közül, amit be tudok mutatni, ez az úgynevezett Szent Katarina kolostor. Ezt látjuk a Sínai hegy lábánál, amikor én tanulmányúton voltunk, mi is ebben a hotelben aludtunk meg, ha lehet egyáltalán hotelnak nevezni, mert 16 ágy volt egy szobában. És az ágyak olyan közel voltak egymáshoz, hogy nem lehetett így menni az ágyak között, csak szépen behúzódni, emeletes ágyak is befeküdni. Akik katonák voltak és emlékeznek arra, hogy emeletes ágyon aludtunk, csak nem volt olyan kényelmes. Bezsúfolt, betorlaszolt mindennel, alig lehetett elmenni, nem volt a lényeg. Egy éjszakát aludtunk, 2:30-kor keltünk, és 3 órakor indultunk a Sínai hegy csúcsára. Miért? Azért, mert 6 óra tájon jött fel a nap, és akkor lehetett csodát látni, és mi is mindannyian, akik bírtunk, mert sokan nem tudtak felmenni. Tegnap este, akik itt voltak, említettem, hogy az utolsó szakaszban 730 lépcső, csak nem kibetonozott lépcső, hanem olyan hely, kövek, ahová rá lehet tenni a lábat, és majdnem 4 kézláb másztunk fel, hogy lássuk a napfelkeltét, és az, amit mi, alföldi népek, mint ahogy ti is, és mindannyian, akik a Pannon síkságon, Pannon tenger maradványán élünk, vagy a Kárpát-medencében, ahogy akarjuk megnevezni, amikor felértünk a Sínai hegyre, legalább 100-150 kilométerre el lehetett látni. Sehol egy bárányfelhő, se pára, se semmi, mindenhoz csak kopas sziklát lehetett látni. Ezen a hegyen hirdette ki Jézus Krisztus, és azért hangsúlyozom, hogy Jézus Krisztus, a 10 parancsolatot, mert akik itt voltak a novemberben, a 3 estén, akkor Jézus Krisztusnak 9 szolgálatáról tanultunk, 9 szolgálatával foglalkoztunk, és láttuk azt, hogy Jézus Krisztus az, aki kihirdette a 10 parancsolatot. Lehet, hogy ez sokak számára új. Ha úgy gondolják, hogy erre bővebb magyarázatot szeretnének, akkor nyugodtan vagy szóban, vagy papíron mondjátok el, én szívesen holnap este részletesen egy 5 percben el fogom mondani azt, hogy igen, Jézus Krisztus adta a 10 parancsolatot. Azonban induljunk Isten segítségével a mai témakörünknek a tanulmányozására, ezért is adtam a mai témakörnek a címet, hogy találkozás Jézussal a Sínai hegyen, mert ő adta a 10 parancsolatot, azonban mit teszünk, ha teljes szívből szeretjük Istent? Jézus Krisztus tesz egy kijelentést, azonban mielőtt a kijelentést olvasom, szeretném, kedves testvéreim, egy néhány szót ejteni a törvényről, magáról, mint törvényről. Mit, hogy tudnánk mi autókat vezetni, autónkat, tehát a saját autónkat, hogy tudnánk vezetni, ha nem volnának forgalmi szabályok. Amikor tanulmányúton voltam, Kairóban is számos helyet, meg több mint 1000 kilométert haladtunk jobbra-balra, Kairóban egy óriási körforgalom volt, és 10-valahány lendőt számoltam meg, és oda mentem egyikhez, és azt kérdezem, hogy miért van ilyen sok rendőr ebben a körforgalomban. Azt mondja, próbáljuk a vezetőket rábírni arra, hogy tartsák be a szabályokat. Egyiptomban
Képzeljétek el, mindenki arra hajtja az autóját, amerre akar. Ott parkol, ahogy akar, ott áll meg, ahogy akar. Ha az úttest közepén akar, az úttest közepén is kerülgessék, őket nem érdekli. Nem akarok erre sokat beszélni, tehát ha nem volnának törvények, forgalmi szabályok, ha nem volnának, kedves testvéreim, állami törvények, biztonságban élnénk mi? Nem tudom, hogy ki olyan idős körülbelül, mint én, úgy látom, hogy nagyon kevesen vagytok. A rendszerváltás után, a második világháborúban, 47-ben, amikor nem volt uralom még, nem volt a rendszerváltás, még nem tört meg, nem történt meg, mindenki azt csinálta, amit akar. Jók a törvények. Sőt, a Bibliában Isten arra figyelmeztet bennünket, hogy tartsuk tiszteletbe a törvény embereit, tartsuk tiszteletbe a királyokat, tartsuk tiszteletbe az ország elnökét, legyen az falu elnöke, város elnöke. Miért? Azt mondja Isten a Szentírásban, hogy őket Isten állította arra a helyre. És csak így lehet rendet tartani a polgárságban, a lakóság között. Így élhetünk biztonságban, hogyha van törvény. Még egy törvényszakaszt, törvény dolgot említek meg. Kedves testvéreim, mi lenne velünk és a mi bolygónkkal, hogyha a világegyetemben minden bolygó arra repülne, amerre akarna? Régen már nem léteznék. Tehát a törvény az áldásos, és Isten is azért írtette ki a 10 parancsolatot. Én ma este nem az Isten 10 parancsolatáról a részletezéséről szeretnék veletek együtt tanulni, mert úgy gondolom, hogy mindannyian ismeritek a Bibliából. Két különböző helyről szeretném hozni az ígét. Az egyiket Jézus Krisztus mondta el. A Máté Evangélium a 22. rész 37-től a 40-ig terjedő versekben Jézus ezt mondja. Szerest! És azért állok meg ennél a szónál, mert nem tudom, hogy említettem-e nyilvánosan, úgy tudom, hogy igen, 4 szó van a görögben a szeretet szó kifejezésére. Még egyszer csak elmondom azok kedvére, akik talán nem voltak itt akkor, amikor erről beszéltem. Agape, Phileo, Eros és Philadelphia. Az agape az önzetlen isteni szeretet, a másokért élő szeretet. A fileo az emberi szeretet, aki tud szeretni, gyűlölni, visszaütni, rágalmazni, és így tovább. Az eroszból van az erotika, a házastársak közötti szeretet, és a Philadelphia testvéri szeretet. Most megkérdezlek benneteket, drága testvéreim, mit gondoltok, hogy Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, akkor a 4 szeretet közül melyiket használja? Mi beszéljünk magyarul tovább. Az elsőt, a másodikat, vagy a negyediket? Az elsőt, az önzetlen szeretet, ez a legmagasabb szintű szeretet, ami létezik a világon, és Isten azt szeretné, hogy az ő segítségével mindannyian az emberi szeretet szintjéről felnőjük az isteni szeretet szintjére. És azért mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. Itt azért állok meg, mert mindjárt szeretném bemutatni, nem tudom, mert én nem ismerlek benneteket. És ezért én nekem sokszor talán bizonyos dolgokat nehezebb is kifejezni, vagy nem szeretnék senkit sem megsérteni, de hány kőtáblára írta Isten a 10 parancsolatot? Egyre vagy kettőre? Kérem? Kettőre. De miért kettőre? Én mikor fiatalkoromban kezdtem olvasni a Bibliát, akkor úgy gondoltam, hogy Isten miért nem vett egy nagyobb kőtáblát, és egy kőtáblára ráfért volna mind a 10 parancsolat. Miért 2 kőtáblára írta? Azért, mert majd látni fogjuk, hogy Isten hogy osztotta meg. Az első kőtáblán ott van az első 4 parancsolat, amelyben Isten szabályozza az ember Isten iránti viszonyát. A második kőtáblán ott van a 6 parancsolat, amely szabályozza az ember-emberek iránti kapcsolatát. És figyeljük meg, hogy Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy szeressük Istent mindenek felett, ez az első és nagy parancsolat. Ez az első kőtáblán levő 4 parancsolat. A második pedig hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat.
ez a második kőtáblán levő hat parancsolat, és most figyeljük meg, hogy Jézus hogy összegezi az ő mondani valóját. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Mit jelent Jézus Krisztusnak a kijelentésében az, hogy ettől a két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták? Említettem a bevezetőben, amikor beszéltem róla, hogy a zsidók három részre osztották az ószövetségi szentírást, a törvény, a Tóra, a Mózes kötkönyve, és a próféták könyvei, meg a ketubimok, tehát a többi írások, de az Isten üzenetét főképpen a próféták könyveiben találjuk meg, meg Mózes öt könyvében. Lehet, hogy fordítva kellett volna mondanom, és ezért újból elismétlem, Isten kijelentését és azt, amihez ragaszkodnunk kell, azt a Mózes öt könyvében találjuk meg, és a prófétáknál. A történelmi könyvek pedig bemutatják azt, hogy Isten hogyan vezette Izrael népét, és milyen események zajlottak, amiből mi mindannyian tanulhatunk Pál apostol szavai szerint, akikhez az időknek a vége elérkezett. Itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus az ószövetségi szentírásra utal, és bemutatja a két nagy parancsolatot. Isten szeretett törvényét a Sínai hegynél hirdette ki, azért is viseli a mai témakörünk ezt a címet, hogy találkozás Jézussal a Sínai hegyen. Vázlatosan azért hoztam, hogy könnyebben időben tájékozódjunk. A teremtéstől, amit a kivetítésen is látjuk, a Sínai hegyig 2500 év telt el. Azért hozok kerekszámot, hogy könnyebben meg lehet jegyezni. Mert hogyha tört számokat hoznák, hogy ennyi év is, ennyi hónap is, ennyi nap, akkor sokkal nehezebb. És mindig, amikor erről a témakörről bárhol szó esik, akkor ezt kerekszámban fejezzük ki, a teremtéstől a Sínai hegyig, a törvény kihirdetéseig 2500 év múlt el, és a törvény kihirdetéséktől a Golgotáig mintegy 1500 év telt el, mert a teremtéstől Jézus Krisztus születéséig körülbelül 4000 év telt el. Isten tehát a Sínai hegyen hirdette ki a 10 parancsolatot, és Jézus Krisztus Golgotai halálával pedig hitelesítette a 10 parancsolatot, amikor majd odérünk, akkor bővebben foglalkozunk ezzel. Ahogy említettem, az első kőtáblán 4 parancsolat van, egyszerűen csak átismételjük ezeket a parancsolatokat, és most, mivel én úgy állok előtetek minden este, mint ti bibliaolvasó emberek, tegnap este is elbeszélgettem többetekkel, és arról győződök meg, hogy itt Dobán nagyon sokan vannak, akik nagyon jól ismerik a Bibliát. És higgyétek meg, hogy számomra, lelkész ember számára nagyon vigasz, amikor látom azt, hogy ti időt szenteltek, naponta is olvassátok a Szentírást. Most feltennék bevezetőben egy kérdést. A 10 parancsolatból, ki ismeri a 10 parancsolatot? Emeljétek fel a kezeteket, aki ismeri a 10 parancsolatot, hogy lássam, hogy mennyire bátrak lehetek, mint hogy én felemmel a kezemet. Jó, köszönöm szépen. Akkor most feltehetem a következő kérdést. A 10 parancsolatból hány parancsolat kezdődik azzal, hogy ne? Hány? A 10-ből? Lehet, hogy mindent reméltetek, csak ezt nem. 6. 8. És csak 2 parancsolat van, amelyben nem találkozunk a ne szóval. Ez a 4. és az 5. parancsolat. Másik dolog, amire szeretném felhívni kedves figyelmeteket, én ott voltam azon a helyen, ott egy óriási tér van a Sínai hegy lábánál, mert azt látjuk, hogy amikor Isten kivezette Izrael népét az egyiptomi fogságból, akkor több mint 2 millió ember volt. Akkor most azt szeretném, hogy megfigyeljük, hogy Isten mit mond. Én vagyok az Úr a ti istenetek, vagy én vagyok az Úr a te istened. És figyeljünk erre a te szóra. Hát, ha több mint 2 millió ember volt a Sínai hegy lábánál, akkor Isten miért szólítja meg őket egyes számban?
Gondolkodtunk-e valamikor ezen? Ha valakit érdekel bővebben, én holnap vagy a következő estéken szívesen megmagyarázom, de most az idő nem engedi meg, csak szerettem volna erre a két szóra felhívni figyelmeteket. Én semmit nem magyarázok ma este, csak ezt a két szót figyeljük meg az olvasás közben. Ismétlem, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyenek néked idegen istenéd én előttem. Ez az első parancsolat. A második parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák végét a fiakban harmad és negyedízéken, akik engem gyűrölnek, de irgalmasságot cselekszem ezerízéken azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartsák. Lehet, hogy jó lenne minden parancsolatot részletesen átgondolni, de ma este nem ez a célunk. Itt látjuk, hogy hányszor van a ne szó, és hányszor a te szó, és utána látjuk a harmadik parancsolatot, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Itt már látjuk azt, hogy 2, 4, 5-ször találkozunk a ne szóval, és látjuk a te szót, pedig az első 3 parancsolatban 3-szor. Most figyeljük meg, a szombat igazságáról szóló parancsolatban a te szót találjunk, de ne, nincs, tilalom nincs. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteled azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremtette Isten az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megállt az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Nézzük a 2. kőtáblán levő 5-től 10-ig, tehát a másik 6 parancsolatot. Tiszteld atyadat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. 6. ne ölj, 7. ne paráználkodj, 8. ne lopj, 9. ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, és ott van a 10. parancsolatban, ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami a te felebarátodé. Nem tudom, hogy valakinek sikerült-e megszámolni azt, hogy hányszor használja Isten a ne szót, és hányszor a te szót. Ja, de az egész 10 parancsolatban. Inkább kimutatom akkor, a ne szóval 11-szer találkozunk, és a te szóval is 11-szer találkozunk a 10 parancsolatban. Kedves testvéreim, csak annyit szeretnék egy fél percre idézni, hogy figyeljük meg, hogy a 8, a 9 és a 10. perc hogy fokozza a dolgokat. Én tudom, hogy tudjátok ezeket a dolgokat, hogy hangzik el a 10 parancsolat. Azonban mi van tiltva a 8. parancsolatban? A tett. Ne lopj. Tett. Tehát a tett az bűn. A 9. parancsolatban mi van? Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Kedves testvéreim, most egy nagyon egyszerű, de lehet, hogy nagyon nehéz kérdést fogok feltenni. Mit gondoltok, hogy a 10 parancsolat közül melyiket hágjuk át legtöbbször naponta? Naponta. A 9. Mert azt mondja Jakab apostol, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És itt azt mondja, hogy ne tégy. És kedves testvéreim, én azért teszek hangsúlyt erre, mert talán ez a legnehezebb parancsolat, mint a 10 parancsolat közül, mert könnyű rosszat mondani a másikról, különösen akkor, amíg meg is sértett. És mennyivel nehezebb szemében elmondani bárkinek azt, amit nem jól tett, mert de könnyebben elmondjuk a háta mögött. Jól mondtam, vagy nem jól mondtam? Borítsatok rá, ha jól mondtam. B.
bizonyul, mondta. És figyeljük meg, hogy a bűn gyökerére lép a 10. parancsolatban, mert a 8. parancsolat a tett, a 9. parancsolat a beszéd, és a 10. parancsolat a kívánság. Nem veszem el, de kívánom, akár házát, akár feleségét. Hadd hozzam Jézus Krisztus, aki a törvényadó magyarázatát, ami legnehezebben törvényt magyarázza meg Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy az ószövetségi időben azt mondták a régieknek, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy aki asszonyra tekint, hogy kívánsággal az ő szívében immár paráználkodott. 3. parancsolatra hívja fel Jézus Krisztus ebben a beszédében a kijelentést, az figyelmünket, a kívánságra. És itt figyeljük meg, mert benne van, ne kívánd mit? A te felebarátod házad, de ne kívánd a te felebarátod feleségét és a szolgált is így tovább. Mikor láttuk ezeket a dolgokat, akkor az Úr Jézus segítségével induljunk el, szeretném ma 7 időben bemutatni Isten 10 parancsolatát. Mikor volt érvényben? Az első, amit itt szeretnék hozni, senki sem kérdőjelezi meg a 10 parancsolat érvényességét. A Sínai hegyen való kihirdetéstől Jézus Krisztus golgotai halálig ez alatt az 1500 év alatt. Én nagyon sok keresztény emberrel beszélek, és beszéltem, és beszélni is fogok, különböző egyházakhoz tartozóan, különböző tanítás és vélemény a 10 parancsolatról, minden ember, keresztény ember megegyezik abban, hogy a Sínai hegytől Jézus Krisztus golgotai haláláig érvényes volt a 10 parancsolat. Azonban most induljunk el, és keressük ezeket az időket, és tegyük fel a kérdést, létezette Isten szeretett törvénye Sínai hegyen való kihirdetése előtt. Tehát 2500 éven keresztül a teremtéstől a Sínai hegyig, vajon ebben az időszakban létezette? Nagyon sokan különböző véleményt adnak. De tudjátok, hogy én miért vagyok boldog? Hadd mondjak el egy tapasztalatot. Meglátogattam egy katolikus papot egy városban, ahol én is éltem, egy nagy tekintélyű pap volt, és többször beszélgettünk, és egyszer nekem azt mondta, hogy faragó lelkész, maga nagyon boldog. A plébános úr, ne haragudjon, hogy visszakérdezek, én boldog vagyok, de azt szeretném kérdezni, hogy az ön véleménye szerint miért vagyok boldog. És tudjátok, mit mondott? Azt mondja, ön azért lehet boldog, mert úgy magyarázhatja a Bibliát, ahogy írva van. És most figyeljük, nekem, katolikus papnak pedig úgy kell magyaráznom a Bibliát, ahogy Rómából megkapom. Akkor tisztán szabad magyarázni neki a Bibliát? Nem. Ahogy Rómából megkapja. Én azért is boldog ember vagyok, hogy valóban a Bibliát magyarázhatom úgy, ahogy van. És örülök mindig, bárhol vagyok, bármelyik országban, vagy bármelyik faluban, vagy városban, én boldog vagyok, hogy ma este is ezt a hetet itt tölthetem veletek, hogy közösen együtt kerüljön hozzánk közelebb a Biblia, kerüljön hozzánk közelebb Jézus Krisztus, és hogy mind jobban megismerjük még a 10 parancsolatot is, amelyen ma este időrendben szeretnék foglalkozni. Feltesszük a kérdést. Ismerte Jákob a faragott képet, ne csinálj parancsolatot. Mikor élt Jákob? A 10 parancsolat kihirdetése előtt vagy után? A 10 parancsolat kihirdetése előtt élt, és ezt olvassuk Mózes első könyvének a 35. részében, a 2. és a 4. versben. Így hangzik. Akkor mondta Jákob az ő házanépének és mindazoknak, akik vele voltak, hányjátok el az idegen isteneket, kik közöttetek vannak, átadák a szét Jákobnak mind az idegen isteneket, akik náluk voltak. Ismerte-e Jákob? Most próbálok gyorsan számolni. Jákob legalább 250-300 évvel a 10 parancsolat kihirdetése előtt, tehát a Sínai hegyen való törvény kihirdetése előtt, legalább 250 évvel korábban élt. Ismerte-e a ne csinálj magadnak faragott képet, parancsolatot. Igen, amikor jön haza Mesopotámiából, az ő családjával, és odaértek, a
egy bizonyos helyre, akkor azt mondja Jákob, hogy nem menjünk a bálványainkkal be haza az én szülővidékemre, hanem hányjátok el az idegen isteneket, mindazokat, amik nálad vannak, bálványaitokat, és elásták azt a cserfa alatt, ahogy ebben a részben találjuk. Második kérdés. Ismerte Kain a nevű parancsolatot? Kain ugye Ádámnak elsőszülött gyermeke, áldozatot mutattak be az Éden kapujánál, tudjuk a két oltárt, ismerjük a két embert, Kaint és Ábelt. Tudjuk, hogy Kain megölte Ábelt. Ismerte-e Kain a neői parancsolatot? Nézzük meg, mi van feljegyezve a Bibliában. Én olyan boldog vagyok. Tudjátok, hogy mikor lehetünk mi mindannyian nagyon boldogok? Ha mindazt, amit hiszünk, mindazt, amit teszünk, annak van bibliai alapja, mert akkor van egyedül értéke. Ha nem építjük hitünket kizárólag a Bibliára, hanem egyházi, emberi hagyományokra, tanításokra, akkor sohasem jutunk el a célba, sohasem jutunk el Jézus Krisztushoz. Ezért, ha igazán boldog emberek akarunk lenni, akkor hitünknek minden pontját építsük kizárólag a Szentírásra. És itt most lássuk az ígét, Mózes első könyve, 4. rész, 6. 7. versét olvasom. Mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? Miért sürgeszted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, és most tessék figyelni, a bűn az ajtó előtt áll, leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Most elmondok olyan dolgot, amit a Biblia nem ír. Azt mondta-e Isten Kainnak, amikor Isten látta, hogy a Kain az ő agyában tervezi testvérének megölését, hogy állj meg már, Kain, egy pillanatra, én elfelejtettem neked mondani, van a 10 parancsolatban egy rendelkezés, amely úgy hangzik, hogy ne ölj, most mondom neked, hogy meg ne próbáld ölni az öcsédet, mert az bűn. Ezt mondja a Biblia? Ezt mondja Isten? Nem. Egyszerűen, amikor látta Isten, hogy Kain tervezi testvére megölését, akkor mennyit mond? A bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyadása. De hogy te megölöd-e a testvéredet, vagy nem, az tőled függ. Tudta-e akkor a nehői parancsolatot Kain? Nem kellett mondania Istennek, hogy ne ölj, hanem tudta is, csak egyszerűen figyelmezteti. Lépjünk tovább. Ismerte József a ne paráznák, hogy parancsolatot, amikor Potifár felesége felkínálta magát neki, akkor mit olvasunk a Bibliában? Én most elmondok mást. Azt mondta-e, hogy hát én nem is tudom, adjál egy néhány napot, hogy végig gondoljam, és majd akkor válaszolok, hogy kell lesz, vagy nem kell lesz. Mit válaszolt József, amikor Potifár felesége felkínálta magát neki? Így olvassuk Mózes első könyve 39.9. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. És jön az a nagyon bátorító kijelentés. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan védkezhetném az Isten ellen? Azt felolvasott ige alapján visszakérdezem, ismerte-e József a ne paráznák, hogy parancsolatot? Igen vagy nem? Igen, egyértelmű. Kedves testvéreim, mennyivel boldogabb lennének a házasságban élők, ha mindenki betartaná csak ezt az egyet a 10 közül. Vannak elvált családok, vannak szerencsétlen gyermekek, és amikor a szülők elválnak, akkor kiissza meg a levét az ő elvállásuknak, a gyerekek. És hogy lehet boldogság az, hogy az egyik féltékeny a másikra, mert van oka rá. Én el se tudom képzelni egy olyan életet, ha szabad ennyit elmondani magamról, most január 9-én töltöttük be az 52 évet együtt.
Soha se fordult meg se a feleségem, se az én fejében. Az én fejemben az, hogy másra gondoljak, másra nézek. Sokszor azt mondják emberek, hogy ha maguk boldogok. A boldogságnak a hűség az alapja, a hűség pedig Isten törvényének a megtartása. Lépjünk tovább. Milyen tanítást ad Isten a zsidó népnek a Sínei hegyen előtt, a szombat ünneplésével kapcsolatban, amikor még nem hirdette ki a 10 parancsolatot. Lássuk meg az igét, Mózes második könyve 16 rész, 29. verse, így hangzik, lássátok meg, az Úr adta néktek a szombatot, ezért ad ő néktek 6. napon 2 napra való kenyeret, maradjatok vesztek, ki ki a magab helyén, senki se menjen ki az ő helyéből a 7. napon. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé ismerjük a manna hullás történetét. Milyen utasítást adott Isten? Azt mondta, hogy minden nap csak arra az 1 napra való szedjetek. Mert ha meghagyjátok, másnapra el fog férgesedni. Pénteken 2-szer annyit szedjetek, és ami megmaradt, tegyétek el szombatra, mert szombaton nem fog hullani a manna. Kedves esélyem, egy dolgot világosan kell látnunk. Izrael népe az egyiptomi fogságban nem tartotta meg sem a szombatot. Ő szombatrontó volt, bálványimádó volt, erkőstelen volt, amit látjuk Izrael népe történetét, hogy Istennek mennyi gondja, problémája volt ezekkel, különösen a szombatrontással és a bálványimádással. És Isten, amint kivezeti Izrael népét, még egy szép dolgot szeretnék elmondani, nem tudom, megfigyeltük-e, hogy az egyiptomi fogságból való szabadulástól a Sínei hegyen való törvény kihirdetéséig mennyi idő telt el. Lapozzuk fel a Bibliát. Mózes második könyvének a 19. részében pontos időmeghatározást találunk, és így hangzik az időmeghatározás, 19. rész első verse, a 3. hónapban azután, hogy kijött vala Izrael fiai Egyiptom földéről, azon a napon érkeztek a Sínei pusztába. Mennyi idő telt el? 3 hónap. És mit tesz Isten ez alatt a 3 hónap alatt? Mannát hullat. És mire tanítja manna hullásával? Amit ti népem elfelejtettetek az egyiptomi rabság idején, most én tanítalak benneteket, és arra kérlek benneteket, hogy ünnepeljétek meg a szombatot. Mikor? A Sínei hegyen való kihirdetés előtt. Mielőtt most tovább lépnénk, akkor mit látunk? Hogy a teremtéstől kezdve, és azon gondolkodom nektek, teremtéstől kezdve, tehát ha innen nézzük, a teremtéstől kezdve, ez alatt a 2500 év alatt, pontosan nektek fordítva. Tehát a teremtés itt van. A teremtéstől kezdve a Sínai hegyig elmúlt 2500 év. Voltak-e emberek, istenfélő emberek, akik ismerték és megtartották az Isten 10 parancsolatát? Voltak? Egyértelmű. Most jön egy következő kérdés, amit már mindjárt hozok. Az pedig létezette Isten 10 parancsolata, a szeretet törvénye az Édenben. Tehát itt az emberiség történetének a kezdetén. Szeretném, kedves testvérem, a Biblia fényében hozni bizonyos dolgokat, hogy lássuk meg. Igen, Ádám és Éva is ismerte Isten 10 parancsolatát. Ádám és Éva azért vétkezett, mert ismerte Isten 10 parancsolatát. Van egy törvényszerűség, azonban szeretném inkább részletekbe menően hozni, néhány parancsolatot a 10 közül szeretnék bemutatni, amelyeket áthágott Ádám és Éva. Hogy hangzik az első parancsolat? Ne legyenek néked idegen isteneid, hol? Hol? Én előttem. Akkor Isten 3. helyen akar lenni az életünkben? Az első helyen. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ki áll az életünkben az első helyen. Azonban Ádám és Éva is, különösen Évára utalok, amikor nem fogadott szót Istennek, hanem a sátának, akkor Isten helyébe kit helyezett oda az első helyre az életében? Amint látjuk a feliratot is. Nézzük a következőt, a 3. parancsolat. Istenek nevét hiába felnevedd.
Hiába használta-e Isten nevét Éva, amikor szófogadatlanná lett. Hivatkozott Isten, megemlítette Isten nevét, de nem teljesítette azt, amit Isten mondott, hogy minden fáról egy és csak egyről ne, amelyet én mondtam neked. Ő arról is evett. Tehát hivatkozik Istenre, de nem tartja be azt, amit Isten mond. 5. parancsolat. Tiszteld atyadat és anyádat. Ki Ádám és Éva atya? Isten. Nem fogadott szót teremtőjének, és azzal, hogy nem fogadott szót teremtőjének, a tiszteld atyadat és anyádat is áthágta. Így van. Van-e lelki paráznaság? Igen, mi a lelki paráznaság? Hűtlenség Isten iránt. Nézzük a következőt. Elvette-e Ádám és Éva azt, ami az Istené? Mert Isten hány fát tartott meg magának Édenkertbe? Csak egyet. Most ha szabad így mondanom, akkor Ádám és Éva lopott, akkor áthágta a 8. parancsolatot, és így van, és akkor csak még egyet hozok, a 10. Ne kívánt a te felebarátod házát, s őkrit, se szamarát, feleségét, semmit. Megkívánta Éva és Ádám azt, ami az Istené. Akkor itt kapásból mindjárt azt látunk, hogy 2, 4, 6 parancsolatot áthágott. Ha úgy volna időnk, akkor bemutatnám mind a 10 parancsolatnak az áthágását. Ha nincsen 10 parancsolat, akkor nincsen bűn. Ha Isten nem tudta volna felelősségre vonni Ádámot és Évát, ha erő nem ismertette volna meg velük. Ez még eddig könnyű volt, azonban most jön egy nagyon nehéz idő. Mit gondoltok, kedves testvéreim, hogy itt van a teremtés? Létezette, azért emelem magasra, hogy mindenki lássa, létezette Isten törvénye a földünk teremtése előtt? Földünk teremtése előtt létezette Isten törvénye. Ez lesz a következő kérdés, amit meghatározunk, vagyis ami itt van. Létezette Istennek szeretett törvénye a földünk teremtése előtt? Igen vagy nem? Most itt rá lehet mondani az igent is, rá lehet mondani a nemet is, de járjunk utána. Hol kezdődött a bűn? Édenben vagy a mennyben? Hol kezdődött? Az Édenben vagy a mennyben? Mennyben. És ahol nincs törvény, ott nincs bűn sem. Mert a törvény áthágása a bűn. Ezt a definíciót találjuk János közönséges első levele, 3. rész, 4. versében. És most nézzük meg ezeket a dolgokat. Ahol nincs törvény, ott nincs törvényellenes cselekedet sem. Ha nem lett volna Istennek törvénye a földünk teremtése előtt, akkor Sátán nem vétkezett volna, és az angyalok sem vétkeztek volna, akik angyalok egyharmad része, akik odaálltak Sátán mellé. Hadd hozzam szó szerint a János közönséges első levélből, amire hivatkoztam, a 3. rész 4. versét. Valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség, vagyis a törvény áthágása bűn. Akkor mit látunk ebből a tényből? Létezette Isten törvénye a földünk teremtése előtt az örökké valóságban, a múltban? Igen vagy nem? Akkor most már láttuk azt, hogy létezett az örökké valóságban, létezett Édenben, létezett a teremtéstől, Éden kapujától a Sínai hegyig, ez már 3, létezett Isten törvénye a Sínai hegytől Jézus Krisztus golgotai haláláig, akkor most létezette Isten szeretett törvénye Jézus Krisztus földi élete alatt. Járjunk utána. Van egy gyönyörű szöveg, és hála Istennek, hogy ezt is megtalálható a Bibliában, Lukács evangélium 4 rész 16. verse. Én Jézusról szól az ige, és méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beminne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Kedves testvéreim, itt van egy szó, amit lehet pozitívan is értékelni, és negatívan is.
Azonban, mivel Jézus Krisztus a megváltunk, így Jézus Krisztusra vonatkozóan csak pozitívan értékelhessük. Mi volt Jézus, mit olvasunk Jézus Krisztusról? Véletlenül szombatnapon betévedt az Názáreti zsinagógába. Ezt olvassuk? Véletlenül betévedt. Igen? Még a gyerekek is ide figyelnek, és azt mondják, hogy nem. Hát az bátorító számomra. Mi volt? Miért ment Jézus Krisztus szombaton? Azért, mert neki ez volt a szokása, ez volt az életgyakorlata. Most, hogy Jézustól tanuljunk, egy nagyon nagy időt szeretnék átívelni. Mit gondoltok, drága testvérem, ha Jézus Krisztus ma itt volna Dobán? Melyik napon menne Isten tiszteletre? Hétfő, kedden, csütörtökön, pénteken, vasárnap vagy szombaton? Úgy gondolom, hogy maga a tétel, ami a Bibliában található, az egyértelmű és világos. Azonban hadd hozzam újból azt, amire csak fejből hivatkoztam, mert kívánta, hogy fejből hivatkozzak erre. Jézus Krisztus 6 törvényt magyaráz a 10 parancsolatból, 6 törvényt magyaráz a hegyi beszédében. Most itt álljunk meg egy kicsit. Kinek van joga ma itt Romániában, hogy magyarázatot adjon egy-egy törvénycikkről, amely megvan a román törvények szerint? Kinek van joga? Jogunk van-e nekünk, akik itt ülünk, megmagyarázni egy-egy törvénycikket? Igen? De kinek van joga magyarázatot adni? A törvényadónak. És ha semmi nem volna a Bibliában, csak ez az egyetlen egy hely, akkor is látjuk azt, hogy kinek van joga magyarázni a 10 parancsolatot? Az, aki adta. Akkor ki az, aki magyarázza a 10 parancsolatot? Jézus. Akkor ki volt az, aki a Sínei hegyen kihirdette? Megint ott van Jézus. És most elolvasom először, és utána, mivel itt van az ige mindannyiatok előtt, szeretném visszakérdezni majd egy kérdés elejéig. Hallottátok, hogy megmondhatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánság okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Most kérdésem van. Sokan azt mondják, hogy igen, igen, Jézus Krisztus eltörölte a 10 parancsolatot, érvénytelenné tette. Igaz ez az állítás? Van ennek bibliai alapja? Mit látunk meg Jézus Krisztusnak ebből a törvény magyarázatából? Megpróbálom saját szavaimmal elmondani. Amíg Jézus Krisztus ezt a kijelentést nem tette a 10 parancsolatnak 7. rendelkezéséről, addig csak a tett volt a bűn. Ettől a kijelentéstől kezdve már a gondolat is bűn. Így mondja, magyarázza Jézus. Akkor most azt kérdezem, kedves testvérem, tőletek, hogy eltörölte, fellazította, vagy megszigorította Isten a 10 parancsolatot? Azért mondtam Isten, mert Jézus Krisztus is az Istenség második személye. Tehát látjuk, hogy szó sincs a 10 parancsolat eltörléséről, majd a végén még erre vissza fogok jönni. Lépjünk egy lépést. Létezik-e Isten törvénye Jézus feltámadása után? Ez azért tartom ezt az időt nagyon fontosnak, mert azt mondják, hogy jó-jó, rendben van, Jézus Krisztus golgotai haláláig érvényes a 10 parancsolat, de Jézus Krisztus oda szegezte a 10 parancsolatot a keresztfára. Hol írja ezt a Biblia, hogy a 10 parancsolatot szegezte oda Jézus a keresztfára? Sehol. Ha bárki közületek nekem megmutatja azt, hogy ezt írja a Biblia, hogy a 10 parancsolatot, én tudom, miről beszélek, Kolossé 2.14-ről, de ha kell, akkor holnap este megbeszéljük. Jézus Krisztus nem szegezte oda a keresztfára, sőt, még megyek tovább. Ha most szabad visszakérdeznem az eddigiek elmondottakat, mi a legnagyobb bizonyíték arról, hogy Isten 10 parancsolata örök és változhatatlan? Amikor az ember vétkezett, akkor Istennek 3 lehetősége volt. Első, megöli az embert, nem ölte meg. Második, megváltoztatja a 10 parancsolatot, hogy ami bűn, az ne legyen bűn. Megváltoztatta? Nem. Melyik volt a harmadik válasz opció?
az, hogy elküldi Jézus Krisztust, hogy lefizesse a törvény áthágásának árát. Melyiket választotta Isten a három lehetőség közül? Az ember megölését, a tíz parancsolat megváltoztatását, vagy pedig elküldte fiát, hogy meghalljon a mi bűneinkért a törvény áthágásáért. Akkor, kedves testvéreim, mi a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy Isten tíz parancsolatra örök és változhatatlan? Jézus Krisztus golgotai halála. Ezért lejárjuk utána. Igaz ez az állítás, hogy Jézus Krisztus megváltoztatta vagy odaszegezte? Induljunk el és járjunk utána. Biblia utolsó könyvéből, Jelenések 19. részéből a 10. verset. Ez egy megdöbbentő kijelentés, elmondom majd később, hogy miért megdöbbentő kijelentés. És lehullik annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem, meglásd, ne tedd, Istent imád. János egy szombatnapon kapta mindazt, ami Jelenések könyvében meg van írva. És mindazt, amit látott, hát én nem tudom, hogy hányan olvastátok Jelenések könyvét úgy együttőhelybe egyszerre, hát az ember nem tud betelni vele. És amikor Jézus Krisztus angyalt küldött, hogy kinyilatkoztassa Jánosnak mindazt, amit János apostol leírt a Jelenések könyvébe, annyira lelkesedett, hogy jó maga is megfeledkezett arról, hogy senki előtt ne borulj le, csak a mindenható Isten előtt, és mit tett, mit ír János. És én leborultam hol annak, tehát az angyalnak lábai előtt, hogy imádjam őt, és megengedte az angyal, hogy imádja őt. Igen? Nem. Mire utal? Meglásd, állj meg, vigyázz, figyelj ide, ne tedd, Istent imád. Érvényben van-e az, hogy csak az Istent imád, Jézus Krisztus mennybe menetele után? Hozzak egy másik csodálatos ígét Timóteushoz írt első levélből, a 6. rész 13 és 14. versét. Pál apostol ezt a levelet ugye a fiatal munkatársának, Timóteusnak írja, és azt mondja, meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és a Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot, mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Mit ír a Biblia? Meddig kell mind a tíz parancsolatot megtartani? A Biblia szerint. Veszitek észre, hogy én nem azt mondom, hogy egyik egyház így, a másik egyház úgy. Bennünket az nem érdekel. Ha mi azt nézzük, hogy egyik ember mit tesz még a másik ember, akkor soha az igazságot nem fogjuk megismerni. Nekünk, keresztényeknek egy dolgunk van, és egy feladatunk van, az pedig az, hogy megismerjük Istent a Bibliából, és az Isten akaratát a Szentírásból. Egyeztek ezzel? Az a probléma a mai keresztény embernek, hogy nem ismeri kellőképpen, és én olyan boldog vagyok, amikor ti jöttök és kérdéseket tesztek fel, tőlem kérdezzetek akármit. Akármilyen csípős kérdés, akármilyen kemény kérdés, akármilyen sértésnek való kérdés. Kedves testvérem, semmilyen kérdésen nem kell megsértődni azért, mert ne haragudjatok, hogy ennyire közvetlen vagyok. Ez kié? Az enyém vagy Istené? És honnan kell keresni a kérdéseinkre egy választ? Innen? Ami Istené? Természetes, hogy igen. Egyértelmű Isten szavában találhatóan az, hogy Pál apostol Isten lelkétől ihletve azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Hogyan? Ahogy itt találtuk, mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. És ez a Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, ez mikor történik? Megtörtént Jézus születésével, vagy Pál apostol utal Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére? Melyikről van szó? Születéséről, vagy dicsőséges visszajöveteléről? Világos? Egyértelmű? Mert már Jézus Krisztus fent van a mennyben, amikor Pál apostol ezeket a szavakat írja.
és lassan végére kell vezetnünk a mai elmékedésünket is, lesz-e Isten 10 parancsolat a szeretet törvénye az új földön? Hadd olvassuk el Ésaiás próféta könyvének 66. részéből a 22. és 23. verset. Azért hozom a 22. verset is, mert hogyha a 22. verset kihagyjuk, akkor nem egyértelmű, hogy ez a kijelentés mikorra vonatkozik. Mert mint az új egek és az új föld, miről ír Ésaiás, mint egy 700 évvel Jézus születése előtt? Melyik időszakot taglalja? Új eget és új földet. Mikor teremt Isten új eget és új földet? Most én csak fejből hivatkozom, Jelenések könyvében a 20. résznek az utolsó verseit idézem, a második halál, az a második halál, amiből senki fel nem támad, és megsemmisül a bűnös, megsemmisül a sátán, megsemmisülnek a gonosz angyalok, és végérvényesen Isten kiírtja, ha szabad így mondani, a bűnnek írmagját is az emberiség történetének végén, és mivel kezdődik a Jelenések könyvének 21. részéből az első vers. Hogy ne fejből hivatkozzam, inkább fellapozom a Bibliának utolsó lapjait, tehát a 21. Jelenések 21. része első verse. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem vala. Egyezik ez a bibliai kijelentés az Ésaiás próféta könyvének 66. részéből való idézettel, ami itt van előttünk. Mint új egek és új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok is nevetek, és lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Most akkor próbáljuk összegezni azt, amit tettünk. Létezette az örökké valóságban a földünk teremtése előtt Isten 10 parancsolata. Igen vagy nem? Hol kezdődött a bűn? A mennyben. Létezette Édenben Isten 10 parancsolata. Igen. Létezette az Éden kapujától a Sínai hegyig. Végig szemléltük. Igen. Létezett Isten 10 parancsolata a Sínai hegytől Krisztus haláláig. Jézus Krisztus föld életében. Feltámadása mennybe menetele után. És létezik-e Istennek törvénye az örökké valóságban? És kedves testvéreim, szeretnék elmondani egy élményemet, ami úgy gondolom, hogy sokunknak segíteni fog. Mivel több mint 50 évvel ezelőtt megtaláltam feleségemet Pesten, sajnos az élethez hozzátartozik az is, hogy a szülők elhalnak. Anyusom elhalálozott, meghalt, ott voltunk a temetésen, mivel az egyik nővére jogtanácsos, mindjárt megírta a szükséges papírt az öröklésről. A hagyatéki tárgyalással kapcsolatban, hogy ne kelljen feleségemnek plusz felutazni. Elmentünk abban az időben a jugoszláv nagykövetségre, és amikor bementünk, beadtuk a papírokat, sokan voltak ott, mások beadtak szintén az ő papíraikat, és egy dologra lettem figyelmes. Kinyitja a hivatalnak a szólóablakot, és szólít egy arab embert angol nyelven. Ott vagyok az ablakhoz közel is, azt mondja neki, hogy Uram, ön beadta a kérelmet, hogy át szeretne utazni Jugoszlávián. Azt mondja, igen. A vízum, az átutazási vízum az $10 került. De ön csak akkor kapja meg az átutazási vízumot, ha hajlandó fizetni $100. Azt mondja, oké, nincs probléma, kifizetem a $100. Becsukta a tolóablakot, néhány perc múlva megint nyitja, megint szólítja. Azt mondja, Uram, ön csak akkor kaphatja meg az átutazási vízumot a Jugoszlávián, ha kész vagy hajlandó $500 fizetni. Azt mondja, nincs semmi probléma, kifizetem az $500. Fogta az útlevelet, és azt mondta, hogy itt az útlevélről nem kaphatja meg az átutazási vízumot. Még $500 sem. Miért nem kapta meg
ez az arab ember, hogy átutazzon Jugoszlávián. Azért, mert nem élt a jugoszláv törvényekkel összhangban. Akkor ez mire tanít téged és engem? Hol kell életünket összhangba hozni Isten törvényével? Majd fenn a mennyben, vagy itt a földön? Bejutunk-e a mennybe, testvéreim, ha itt a földön nem érünk Isten tíz parancsolatához? Ez a példa úgy gondolom, hogy magáért beszél. Befejezésül szeretném még hozni ezt az ígét. Hála Istennek, hogy Jézus Krisztus földi élet alatt ezt is elmondta Lukács evangélista. A 16. rész 17. versében írja, könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontoskának elesni. Akkor testvéreim, mi bizonyítja azt, hogy Isten tíz parancsolata ma is érvényes? Jézus szavaira hivatkozva. Áll az ég és a föld, akkor azt kell eldöntenünk, testvéreim, hogy kinek hiszünk. Mi bizonyítja, újból kérdezem, azt, hogy Isten törvénye ma is áll, Jézus szavai bizonyítsák. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmondni, hogy nem a törvényből egy pontoskának elesni. És végül szeretnénk boldogok lenni, akkor ezzel fejezi be az utolsó lapról hozom a Szentírásnak. Boldogok, akik megtartják az Isten parancsolatait, hogy joguk legyen az életfájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Kik fognak közülünk, földi lakosok közül boldogan élni ezen a földön, akik megtartják Isten tíz parancsolatát? Kik léphetnek be Isten örök országába, akik itt a földön megkapják, megtartják Isten tíz parancsolatát, akkor adjuk be Jézus Krisztusnak mi is a beutazási kérelmet, és mondjuk el neki, Istenem, segíts nekem megtartani a tíz parancsolatot, hogy amikor eljössz, akkor veled mehessek a te országodban. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunkat.